Tanár úr, vagy tiszteletes úr, hogyan szólíthatom? Bármilyen néven. Tisztelendő úr. Vidilvási. Hol született és melyik esztendőben? Zsilán születtem. Honnét szemléltem csillagos eget. Már akkor ilyen gondolataim voltak, amiket később aztán megfogalmaztam, hogy a világűrben nem véletlenül cirkáló atomszemecske az ember, de a teremtő lény az Isten örök tervének testszellemi ember átmeneti kiterjesztésének segítő eszköze. Ez a folyamat bizonyos párharc, amelyet a költő így fogalmazott, ember küzd és bizza-bizzál. Az időben élő ember koronként megfogalmazza nem közönséges küldetését. A Dán Rivierán olvastam, az ifjú Lír királynak a szobra alatt a shakespeare-i mondás to be or not to be, that is the question. Tájtalítja az embert, szabadon, néha kényszerrel, ahogyan a szükséglet ezt kívánja. Kultúrfokok, gyűjtögető, természettől való tanulás, termelő munka, vetés, szántás, aratás, a termőföld védelme, szalmába való borítás, szélfogó fasorok, faültetés, harsági példa. Szomorú példákat láttam a harságban, a lecsapolás után, mikor a tűzekkel kevert laza homokot a fátlan területekről söpörte a szél. Földünk megismerésének fokozatai a háztáj, falunk ritkaságai, malom, a vízi élet, környezetünk távolása, körülnézés távolabbi területekről, változatosság, domb, hegyvonulat. Ismerkedés a várossal. 911-ben Tehén szekéren, 10 kilométerrel lévő Lüfői vasútállomásra indultunk, a kocsikasban szalmán feküdtünk gyerekek. 3 órai utazás lövőre volt ez. 912-ben Szombathelyre gyalog indultunk lövő a Bükre, a 12 kilométeres távolságban lévő vasúti állomásra. Először láttam gőzmozgont, villamost az utcán, furcsa jelenség volt. Bokoldás a kövezett utca kőkockáin. A háború a 1914-es években a Balkán rendezéssel kapcsolatban jelentkezett. Vége a békés gyermeki korszaknak, tanulni szeretnék. 1914. júniusában Szarajevóban dördült el a fegyver. Édesapám meghallgatta a kérésemet, hozták az áldozatot, indulás gyaloglövőre. Édesapám kikísért, de előtte imádkoztunk, földes otthonunkban Zsirány. 8 éves diák életem hogyan folyt le, 914-22-ig. 3 család keretében éltem. Rokonoknál, majd 18 először a gimnáziumban nem lehetett tanítani, mert katonák szállalták meg. A Soproni városházban a második emeletén tanultunk 4 évig. Egyik fiú a Lakatos Lángéknak egyik fia, halál néven Jászói Premontrei Prébosságban felszentelt papként működött. Édesanyja és a fia közti nevelezés lebonyolítása Józsi megtiszteltető feladata volt.
Premontrei hivatásom elindítói ők voltak. Évek múltán a Jászói Prikosság másik tagja, bent és tanári keretben éveken át tanított. A háborút követi összeomlás, megszállt területek százalait dobta át Csonka hazánkba. Nagy kaosz, nyomorúságos helyzet, lakás nélkül élnek az emberek, úgy, ahogyan a családok. A kormányzat tehetetlensége, szabad földrablás, nemzetiségi megmozdulások, itthon tehetetlenség. Tanári hivatásra gondoltam, majd Nagyváradon, Kassán, Rozsnyon, magyar szellemi érzés táplálója leszek. Versem így volt, amit próbálkoztam, éppen egy magyar nemzet rázlat étlenség, életülő békióját. Lihaserlő tornyosultak Sopron környékén. Burgundlandi németek izgatták az egyre követelő hangokat hallott a poncitereket. A arra figyelmeztették, hogy a nagy Antán elfeledkezett trianoni ígéretének teljesítéséről. Végül is a baráti államok Ausztria érdekében döntöttek. 921. augusztus 31-ére Sopron hivatalosan Sopron ki kell üríteni és átadni Burgenland kijelölt területeivel együtt az osztrák hatóságoknak. Felmentem Sopronba, Borosai igazgatónál érdeklődtem, augusztus végén. Megkezdődik egy szeptember 1-én a tanítás. Holnap. Az iskolai beiratás. Mint a cseki dologról lett volna szó, rövidesen itt válaszol. Természetesen. Ustenburg ezredes a színház erkélyőre már előzőleg kihirdette, amíg egy katonája lesz, addig Sopronba osztrákok nem teszik be a lábukat. Augusztus 31-én az osztrák csendőrség, mintha kirándulásról lett volna szó, szinte sétálva megindult, hogy 300 kommunista osztrák csendőr. De csak Ákóvára jutottak, mert ott már civilre öltözött Ostenburg katonák, bányász erdés főiskolások, középiskolások, mint civilben golyóval fogadták őket. A korsa üres fordulóit ütögették, mintha olyan hangot adott, mintha az ágyuk szólnának. Az osztrákok meghátráltak. Felkelők vérszemet kapva, a Lajtától kezdve a régi magyar osztrák határnyék visszavonultak. Szeptember 8-án ablakomból kinézve hallom a gépfegyver robogását, amely szólt Ágfalvánál, amikor ellentámadásra mentek a felkelők. Pár perc múlva autó hozza a két főiskolást, átradőlve a karosszérien, Mohasek és a társa már átlőtt szívvel holtan megüsznek az autóba. Nagy megrendülés és temetés. A felkelők már arra is gondoltak, mikor így az osztrákokat a régi határa visszaszorították, hogy kikiáltják a burgenlandi bánságot. Ez nem valósulhatott meg, mert a nagycsatornák megoldást találtak. A velencei találkozón. Sopronba és környékén fekvő falukra népszavazást írtak elő. Ránk nézve előnyösen, néprajzilag a magyarság többségét foglaló falvokat fogtak egybe. Civitas Fidelis Cima. Sopron öregám úr... Ja. Kicsit tisztelendő, maradjunk most még az egyetemi éveknél egy kicsit visszakanyarodjunk. A teológiát hol végezte? A teológiát a Csordai Hittudományi Főiskolában végezte. 922-ben, akkor szentelte pappal. Kik voltak akkoriban a csordai teológián a nevesebb tanárok? A nevesebb tanárok voltak, hogy a Dallos József, a Perjel, Rádai Sebestyén, Virágyi Romos, és a Romából odajövő ifjok. Miként emlékszik vissza a teológiai tanulmányaira? Mi erről ma is még a
Ugye a régi, időben Jászón és Budapesten a jászói premontrei fiatalokkal együtt végezték a teológiát. De miután Csornán előregetett a előregetett fentavok voltak, hát iportottak, hogy Csornán marasztalni a fiatalokat. És ott elvégezni helyben a főiskolai tanulmányokat. Helyben. Tehát így nem kerültünk Budapestre, vagy nem kerültünk Jászóra. Kitörgyományi főiskolára. Premontrei rendbe mikor lépett be már a teológiai esztendők előtt? Mi volt akkor az előírás ebben? Érettségivel jelentem meg 922. júliusában Csornán, ahol még nem jártam, rendházat felkeresve, ahol a templom bejáróban ott gondoltam el, hogy ott van a rendházó bejárás, hát nem ott volt. Aztán megmagyaráztak, hogy meg kell kerülni, és akkor olyan szerény háttérből jutottam be a rendházba. Annak a folyosóján egy idősebb premontreivel találkoztam, akiről kisült, hogy egy Murány Gergely prépos volt. Megkérdezte, miért jöttem, és akkor magához hivatott, velem elbeszélgetett, akkor már tisztában voltam azzal, hogy ő Belgiumban járt nem régiben, mert erről a soproni hírlap tudósításokat közölt. A teológia elvégzése és a pappá szentelése után ön földrajz történelem tanári oklevelet is szerzett. Hogyan? A teológia után ön földrajz történelem szakos tanári oklevelet is szerzett. Igen. Hol végezte az egyetemet? '26-tól 1930-ig Szegeden éltem, a minoriták rendházában laktam. Onnit jártam az egyetemre, Bölcsészetkori Egyetemre, történelmi és földrajzi tanulmányokat folytatva. Szerencsére kisebb keretben a tanárokkal való érintkezés egészen közvetlen volt. Közvetlen volt. Megismerhettük őket, viszont ők megismerhették a fiatalságot. Voltak nagy nevű tanárok is ottan. Nagy nevű tanárok. A földrajz tanszéken kik voltak akkor a legjelentősebb a lelke dr. Kóthis Károly volt, a híres térképész, meg a fia, ő magas térképész volt. Ők bevontak bennünket, a főiskolásokat is a térképrajzolásba, a statisztikai számadásokba. Ez volt egy angliai újságírónak a fia jött Szegedre. A fejedelmi pompával fogadták, mert az apja volt az első, aki felemelte a szobrát a Trianon ellen. Az apja volt az első, angol újságíró. A történelmi tanulmányai során kik oktatták? Kik voltak akkor a neves történészek a Szegedi Egyetemen? Budai György az ókort tanította. Budai György, Erdélyi László, Bence is az Árpád kort. Kiváló szakember volt ő. A Palomalmi apátság történetének a feldolgozásában is részt vett. Sok-sok oklevelet ismerve írta meg a magyar művelődés történetét az Árpád korban. Megszerettette velem a történelmet, de főleg a Kóthis Károly volt az, aki
vele született tehetségével, földrajongásával a magyar tájakkal megismertetett bennünket. Amikor tanévközben is mód és lehetőség nyílott, akkor a közeli vidékekre, alföldi vidékekre, Sziget környékére mentünk kirándulásokra, Alföld, Tápé, Dorozsma, Fehértó. A nyári szüdőidőn pedig mindig nagyobb, egy hetes kirándulásokra mentünk. Ezek felejtetetek voltak. Tanársegéde jött velünk, Irvédi Mornál Laci, aki Budapesti Egyetemi tanár lett. Majd megmutatom a könyvét. Mornál Lacinak kedvelt jó barátom volt a Laci. Sokat beszélgettünk vele. Ő volt a tanársegéde Kukutovicsnak. De Kukutovicsnak az előadásai is érvényszerűek voltak. Nem is szó arról, hogy a terepeket aztán nyára mindig a helyszínen, ott újból elismétel terepek ismertetését. Voltunk a Duna Tisza közében, akkor át a Dunán Kalosánál Bátaszékre. Pusztadőrre, ahol a magyar vöröstarka állattenyésztést mutatták a Dőri Frigyesnek a gazdaságából, ahol a pusztadőri sajtokat termelték először, a magyar sajt világhírű véle, pusztadőr neve. 30 literes terreket vedettek el előttünk, már ilyen is lehet, a magyar természet, ilyen is lehet, okosan. És akkor ugye Pécset néztük meg, történelmi emlékeivel, a szénbányában voltunk lenne, a szénbányában kapsz jelenségeket fönn a mecseknek a tetején, ezeket a dolinák, a töböröket, akkor a barlangokat, ott van, nem tudom, milyen barlang volt az oldala. Abaléget. Barlangban voltunk ott benn, amit később átalakítottak, ugye már üdülővé. Igen. Az üdülővé alakítottak át, abban is hát jártunk benn. Na most akkor, ahogy hívják, megnéztük Szigetvárt, akkor föl a Balaton környékére, Balaton végére, Siófok, a túlsó oldalon akkor egyik egyetemi tanárunkat látogattuk meg. Balatonfüredén volt annak szülője, borral kínált bennünket. Tehát a barlangmutatás. A Balaton vize mire tanít bennünket? Kezdtem ismertem meg igazából. Kirándultunk többször a keszthelyi partvidékre. Gyemeziát fölött van egy barlang, vadvány barlang. Ahol egy olyan elhagyott néhány szokott húzta még magát. De az 50 méternél magasabban van a Balaton vizénél. Most téli évben elmentünk, január egyik rendtársamban, szabad időben, egy hosszú korsolyó útra. Tükörsima jégen mentünk mi, gyeres diás felé. Ott a partok előtt a Balatonnak az egy nagy területén a jégen volt befagyva. Miért nem fagyott a Balatonjáget élén be? Erre is megjött a magyarázat, akkor nem értettem. Nem azért, hogy a szárcsák meg ezek a vadlivák ott halászanak, halakot felbukkannak, ugye levegőznek, stb. Nem, hanem a karszész ott tört fel. Na most, ez még én tanulság lett a részemre, 33-ban. Nem tűnődtem, amikor kimentünk Hévízre, a Hévíznek a vize miért nem olyan meleg, amilyennek lennie kellene, adott természeti viszonyok voltak, szerint bérüljön az fel. Miért nem? Hát valami hideg víz azt leüti. 33-ban
Csersze Tomajon a gazdáknak nem volt vízük, csak ugye az esővélet fogták fel és azzal itatták az állataikat. Na most a belügyminiszter volt a képviselője, azt mondta, ha 5000 forintot kapnak, akkor rájök szavaznak. Épp meg kudat fognak ottan ásni, hanem robbantani a dolomegy sziklákon, kévis fölött. Elkezdték a robbantásokat, 50 méter mélyen járnak, ugye ilyen vedrekre ültek, és akkor a vedrön tekerés lévén úgy szálltak le 50 méter mélyen. Egyszer csak megdöbbennek, mert 50 méter mélyen bulat szemeket találnak, és sifont. Hát hogy kerül ez oda? Hát ők nem tudták, nem is értették. Be a rendházba, a Keszthelyre, majd ott vannak majd tanárok, meg azok, akik értik a dolgokat, majd megnézik, ki jönne. Szerencsére, hogy én beteg voltam az ágyon feküdtem, nem mentem ki, mert én nem mertem volna lemenni azon a vödre 50 méter mélyre, ami ott forgott közben. Lementek lámpával, látták, egy karsz folyás van, Hévíz felé. Ez egy törvény. Aminek a társai meglettek, Ajkánál, meg a többi helyeken, Nyirádnál, meg nem tudom hol. Meglettek, amik folynak, a Hévízi törésvonal felé. Mert egy a törésvonal van, északról, nyugatról jön. Észak-nyugatról jön. A Répcevő is ebben a törésvonalban van, mert Büknél ezt húrták meg, és eztől fel Hévíznél is. Na most, a tanári oklevél megszerzése után melyik iskolába került? De most várjon. Én azzal a tudattal mentem, hogy én az egyetemen még a doktorátus megszerzem. De ahhoz 8-7 évi hallgatás szükséges az egyetemen. Nekem csak 7 volt. De arra már megjelent a Hadsár Földrajza című szigorati dolgozatot, Bálint Sándor lektorálta, jóvá hagyta, miért tették, hogy hívják? 7. fél évén doktorán avattak, Balog Istvánnal együtt. Nagy ember volt Balog István. Egyetemi tanár, barátai, meg mindig. Balog Páter. Balog Páter. Egyetemi tanár, barátai, stb. Azzal egyik avattak doktorát. Na, így jöttem az a karácsonyi ajándékkal. Évvégén, ugye 34-ben, akkor aztán egymás után a történelmi, majd a földrajzi szakvizsgálatot tettem le. És akkor ki akartak engem küldeni Bécsbe. Én dolgoztam már ott kint, hadilevéltárba. Bécsbe hadilevéltárba. Majd megmutatom. A II. József császárkori térképeket Eberjessé nevű makói tanár az volt kint, de akkor az már vissza akart jönni, mert rögtön változni. Hát engem akart kiküldeni a Kubica tanár oda. De hát a rendben azt mondták, kérjen, szükségelt róla, nekünk tanára volt szükségünk Keszthelyen, nekem Keszthelyen menjen. Itt maradt el az, előzőleg már voltam én a hadilevéltárban tanulmányozni a II. József császárkori első katonai térképeinket. Voltam én, mert engem érdekeltek azokat a lapokat, én kikértem mindig, és hogy a régi tanári korszakban két hónap rengeteget jelentett egy szerzetes tanárnak is. Nem vették olyan szigorúan, mint később, hogy csak egy hónapig mehet el a mintházból, másik hónapot meg ott kell tölteni rendjárban. Akkor a vége volt az iskolának, amennyi lehetőségei voltak, felhasználta azokat és ment külföldre. Hát Keszthelyről én már megindultam. Milyen országokban jártam? Ausztria, ismét jöttem. Csehszlovákia, Németország, Dánia, Skócia, Izland, a gejzérekkel, a Spitsbergák, a Jéghatár, Norvégia, a
jégmunkáját, különösen Svájcban és Ausztriában tanulmányoztam. Milyen munkát végez a jég? Völgyalakító munkát. Kirándultunk egyszer a Morterát Gletscherre. Ez az Olaszország felé van azon az oldalon. Kofferral bekázol, hogy a kirándulási cipővel. Azt gondoltuk, az a sima jégfölött, hogy csak sétálgatni lehet. Azám, ez mindig jobban emelkedik, magasodik. A kis padagok már folynak rajta. A kövek helyén kis lukok támadnak, ott befolyik a víz. Ezek a lukok nagyobb vannak, egyszer csak a dörreléseket hallunk, a jégtágulásán. Akkor már megijedtünk. Isten őriző, hogy belecsúszunk egy ilyen tölcsérbe, mert onnét ez a kimenekülés nincsen. Akkor Lucernben, Svájc. Az is érdekel. A Gletscher bőre. A Gletscher magom. A jég alá kerülő kősziklákat a víz mozgatja. Körbe mozgatja, mozgatja. Ezer évig, nem, tízezer évig, nem, 20 000 évig. 50 000 évig. Egyszer csak a mozgó sinek, cukorsinek alakú szikladarab egy nagy katlant csúrolt ki. Mint egy szoba nagyságú akkora területen, meg akkora mélységben volt a Gletscher műre. Ezt a turistának aztán ugye bemutatják. Hogy hívják volt? A kicsibe. Hogy nézzétek, itt végezte ezt a munkát, nagy munkát, hogy jég. Mennyi idő kellett hozzá. Na aztán Lucernből egy fajó kirándulással közben világos egyel szemben mutatják ám, hogy nézzem, ott fönn a magasban volt, 4. Károly internál. Szép, gyönyörű. Oda volt internáló, nem tudjon menekülni. Hát onnét fogta ki az a főnagy, Negyedik Károly Cirákra. Hát ha meg volt beszélve, meg minden esetben, és akkor hogy Cirákról volt, akkor sokan van, amit említettem, amit az édesapjának, a fiának el akart mondani, hogy jön Cirákra, és elviszek oda. Megmondom neki, mert ő meghallgat ilyeneket, ami a család a kapcsolatos volt. Mit tanultam Genfben? Mert tanultam. Először is. A legideálisabb helyen van az a nemzetközi találkozó hely. Ez van völgyben, völgykartlanban, magas hegyekvesik körül. Mit lehet megnézni ott, ha lehet? Megnézni ugye a reformáció emlékműve. Ott a parton, az ópartján, ahol Erzsébet királyné leszúrta az anarchista. Erzsébet királyné az anarchista. Mögötte a reformációnak az emlékműve. A túlsó oldalon pedig az ENSZ palota van. Ahol a Rom kifolyik, ott még olyan kis szárazföldi rész van, ott meg a francia híres Isten tagadó azt szokottan elmérkedni, meg üldögélni. Voltál? Francia ki. Voltaire? Kicsi. Voltaire? Voltaire volt. Ott szokott az a mesudán, ideális helyen. Hogy megyek én megnézni az ENSZ palotát. Ez volt 33-ban. Az ENSZ palotát megnézem. Akkor már nagyobb rész készen volt. De még egy részén meg fordult az építkezés, a másik részén már megnyílnak a hivatalok. Megnézem, mert magyar mérnök tervezte. Mondom ott a kapunál álló őrnek, vagy rendőrnek, hogy hát én magyar vagyok, ám meg akarom lőni. Ide bemenni nem lehet. Nem is ott tartották
nem tudom milyen gyűlés, hanem valamilyen étterembe vagy kávé, vagy hol. Na, szóval Genfből akkor Olaszországba mentem át. Olaszország, nem, először Franciaországba. Lyont megnézni, Bordeaux-t, Francia középhegysége, a dél-franciaországi bortermelő vidékeket, Bordeaux-tán Biarritz, a spanyol határ nem lévő világhírű hely Biarritz, akkor a Lourdes-ot, Lourdes-tán felmentünk a Pic de Midi-re, délcsúcsára. Pic de Midi, ott van a francia-spanyol határpont. Jégfalak között mentünk már a meteorológiai állomáshoz, jégfalak között mentünk, Pic de Midi-re. Jó, aztán visszafelé jövet, mondom akkor Marseille-t is meg kell nézni, Marseille-t. Hát Marseille-ben az érdekes mi volt, a nagy melegben, nagy meleg van ám, még akkor még ilyen füstös vonatok voltak, a szikra meggyújtotta a füvet a vasúti pálya mellett, a szikra. Gyomorhurutom lett, egy szállóban megyek, ágyon reggel keresztül fekve vagyok, franciául nem igen tudok, csak azt tudtam mondani, hogy je suis malade, hogy beteg vagyok. Hát azt akkor nem valahattam, hát akkor tovább. A további út pedig legy a francia Rivierán, meg olasz Rivierán át, Nizza, Monte Carlo, ahol szerettem volna játszani. De miután bél bántalmaim voltak, nem volt kedvem nekem a kékszínű tengerben gyönyörködni, nem volt kedvem fölmenni játszani, azt elintéztem Las Vegasban. Las Vegasban, Nevada-ban, nyugodtan. Ezt a, hogy hívják ott, ezt a rulett játékot. Na most Olaszországban. Milano, Genova, Pisa, nem Pisa, Genova, Carrara, Marványbánya ott van, a vasútról látni. Carrara, Róma. Mindenütt ilyen német kedvesnek által fenntartott üdülőkben volt az éjjeli szállás. Nagyon kényelmes, jó volt. Rómában olyan hely voltam, ahol Kárs Prelátus, a német centrumpártnak az elnöke lakott, meg mi is érdett. Kárs Prelátus, aki Hitler elől menekült. Már kivégettettek volna. Kárs Prelátus. Ő lett a német ügyek referencia a Szentségnél. 14. Jus pártól engedélyt kapott, hogy Szent Péternek a sírját felfedezze. Szent Péter sírját felfedezze. Történelmi emlékek szóltak arról, hogy a bazilikának a kereszt hajója alatt van Szent Péternek a sírja. Ő a feltáráshoz 11. Jus engedélyét kapta meg. Na most ő ott dolgozott, nyáron melege volt, és egyik alkalommal jönnek ám hozzám, hogy a prelátus úr el akar menni Géltirolba pihenni. Nem is íznék én helyette. Dehogy nem! Miért nem szíves? Nem mondom, nincsen ám ilyen. Nem kell! Akkor rendben vagyunk. Akkor rendben vagyunk a nyaralással. Hét nélkül nyaralatok én a Rómába. De mondom, ott a feltáráshoz nem lehetett odaférni, mert kívülről a falakon kívülről rézsutos vezetékkel mentek oda, 10 méter mélyen találták meg Szent Péternek a sírját. És ennek 933-ban én, egy kis nem szemtanúja voltam, de egy kis elősegítője, hogy a prelátusról miért hagyjam van. Na most, egy ilyen kérdés,
milyen kapcsolat van a Némitó és Nagymaros között? Hogyan? Milyen kapcsolat van a Némitó és Nagymaros között? Mind a kettő Tiberius császár idejében szerepel. A Némitón jártunk ott is, Kattegandókhoz délre. Mussolini 33-ban veszi át a csillákat, az uralmat, a fasizmus. Rendet teremt Olaszországban. Az állomásokon már fasiszták szállnak fel. Ott nem lehet aztán kunyorogni, kunyirálni, meg kéregetni a külföldiektől. Azok kiszornák őket, fasiszták. Rend volt. Munkanélküliség nagy volt. Munkát kell adni, teremteni. Hol? Romától délen vannak a pontini mocsarak. Az a maláriás vidék, meg kell azt csapoltatni. Ott van délebre a Némitó, ott meg Tiberiusnak a két gálája, az cirkáltottan a királyi gárda körülvette a hegyek, hegygerinceket, oda halandó ember nem mehetett. A két gáján tanya tivornyázott Tiberius császár. Vagy ha meguntak, átmentek Caprira. Caprira. Fenséges jelenségek ám. A Vezú füstölgése, kék tenger, a szép tájak ottan. Jól érezték magukat. Ugyanakkor itt, az a Dunán, Vindobona meg Akrim között cirkáltak az őrnaszádok. Tiberiusnak az őrnaszádai, hogy a germánok átmenéphessenek a Dunán. Most jön Nagymaros. Először 1928-ban láttam Kogutó és Károlynak az érdeme, mikor elvitt bennünket tanulmányutakra. Többek között ott a helyszínen magyarázta a Dunazúg-hegység, Dunazúg szakasznak kialakulásának a geológiai, morfológiai történetét. Ott magyarázta el. Nem csak az iskolában, ott helyszínen. És mikor ott Visegrádon állunk, ott a vár alatti részen átmutatkozik, akár a túlsóra, fiúk, nézzék, ott van Nagymaros, itt fog lenni egy nagy vízjárőmű. 1928-at írtak, az energia meg ment tovább a Dunán. Kellő koponya, megfelelő pénz, hiányos, stb. Tanuljele voltam tiát ennek. Az ígéretnek, de most kétszer vagy háromszor már voltam én Nagymaroson, most is. Mit is írnak össze-vissza az újságok, a hozzá nem értő emberek. Most az a Nagy László, akit mondtam, előadásán győröm, egy alkalommal a tévébe este, hogy 10 óra felé bemondták, Nagy László tiltakozik az ellen, amit egyes vele kapcsolatban mondtak. Gondolom ahhoz, hogy aki nem ért a dolgokhoz, ne szóljon hozzá. Tetszik tudni, én gondolom erről elvett ott szó. Mert hogy kivettek. Na most, tavaly a kultuszminiszter, azt a bázolta, nem tudom milyen nevet, Keszély diákunk volt, itt volt Csornán. Bejött utána hozzájunk, a tanára még igazgatójának, a Szalai Albinnak volt a Rubin misére. Eljött a feleségével együtt. Feleségével együtt eljött. Most azt utána bejöttek beszélgetni oda az iroda helyiségbe, és ott aztán hogy hívják? Erről arról mindenről volt szó. Azt mondja, én nekem módomban állalai, senkinek diplomát nem adnék főiskolás embernek addig, amíg egy külföldi nyelvet nem tudjuk beszélni. Diplomát nem adnék. Jó. Mondom, hogyan segített engemet is ki? A Los Angeles-i repülőtéren, mikor a vámvizsgálat volt, egy amerikai fiatal ember, hogy bökölődött velünk. Miért megyünk mi oda?
Szocialista államokból. Mit akarunk mi ott? Hát meg volt az útlevélben minden, hogy miért ne kérek. Meg a garancia, hogy az eltartó ki lenni esetleg. Nem, nem. Német tolmácsnő Cilda, azt se tudott segíteni. Végén megmondtam, mert nem a csomagot nézte, mi van bent. Miért megyünk oda? Szocialista államból. Nem tudtam más mondani. Ki was my student? Az apátúr, ez az én tanítványom volt. Erre mondta tessék. Erre mondta, hogy tessék. Minden akadály nélkül tovább. A másik meg. Mikor Amerikában vagyunk, engem ez a vízi erő, meg a táj szépség, nagyon érdekeltem. Táj a kialakulása. Sivatag, meg nem sivatag, stb. Az élet gondolkozása. Sok felé jártunk. Mikor azzal fogadott az apátor bennünket a László, hogy kivél úgy készül, hogy két nap múlva elmentek 5 napra, olyan? Még meg sem értünk, érkeztünk Amerikába, már arról beszélt, 5 napra elmentek, hova megyünk. Én földrészen, mit tudtam én ott a nyugaton. Hallottam valamit Kaliforniáról, meg a Colorado-ról, hogy sivatagokról, aztán a cowboyokról, de más én nem hallottam. Elmentek 5 napra, a szemem kinyílt. Nem csak a szemem nyílt ki, hanem az emberi szegénységem is, amikor a tanárból tanuló lesz. Eddig beszéltem itt, ott Szombathelyen, meg a Csornán, iparos körben, meg itt, meg minden, földön ilyen dolgokról, történelmi dolgokról, ott láttam a valóságot. Mi van ott? Abban az időben, amikor az ember hazajött, itthon beszélni sem lehetett erről, mert akkor már mindjárt propagandát, meg nem tudom milyen ízt éreztek ki, meg figyelték, meg minden az ember, kivel beszél, meg mivel beszél. Egy más világ. Minden szempontból más világ. Nem azt néztem, hogy 30 emeletes állam orvos kavarják a világnak a kapitalistália, a pénzt, meg tologatják, meg minden. Nem, annak nem érdekel. Jobban érdekelt, mikor a tájba kimerült az ember, legyen az egy sivatagi rész, legyen az egy erdőstáj, legyenek törpefenyők, vagy nagyobb fenyők, ezt gyönyörűen láttam, hogy hívják, hogy Kanada fölött, mikor repültünk el. Hogy az erdő dél felé hogyan magasodik, a klíma, ugye az éghajlat, ugye, mennyire befolyásolja az életet, a növényzet alakulását is. A különböző vidám parkok. Jó van, szórakozzanak, akire van mód, meg minden. Ott vagyunk Disneylandben, az egyik ilyen vidám parkban, ahol ezeket a gyerekjátékokat is mutatja. Hát onnit vannak azok, mint kópiákban, Disneyland. Na most körülnézek ennyi. Azok kínaiak. Hát én nézem, ez egy japánok azok. Odébred Fülöp-szigetiek ezek. A másik az meg néger. Aranyláncok, kettő is a nyakába, akkor a bogája fölött is arany is, a családjával a gyerekével ott van, négerek, akkor arabok, hinduk. Hát mondom, a jövő harmadik évezrendnek a szintere ez lesz majd ott. Csendes óceáni partvidék le az Antarktiszra, aminek a kincsét akkor arra már hozzáférhetővé teszik is. Hullják fel hajókon. Most is ravaszok az amerikaiak, ravaszok ám. Nagy gabonasírókat láttam.
Mert mondom, akarok nézni én egy farmot is. Jó van, egy farmer vonathoz elmentünk kanadai határon. Közben megnéztük a bölényeket. Bölényeket. Szabadon legalja bölényeket. A fiú, aki velünk jött zsippen, az itt bennünket, ugye, az rendszeresen etette a bölényeket. Táppal. Miért? A fiú kiszakadt. Fél évig, három-négy évig ott csapadék nincsen, kiszáradt, megbetegülnek az állatok, tehát tápot szór a fűre, a száraz fűre. Hát aztán kiesik ottan. Hát így közelítette meg bennünket a nagy bölény bikák is, de van a 30-40 darab egy ilyen csordában, a kanadai határ közelében. Na most megnézzük a hosszígyákat, a farmert. Farmer barátunkat, az még közelebb van a kanadai határhoz, elmegyünk annak a farmjára. Salt Lake City-ben. Hol? Salt Lake City-ben. A nagycsós tónál szállt le másodszor a helyi repülőgépünk. Ott van bennünket a farmer. Elegánsan vitt bennünket egy presszóba, tessék valami. Tehát előtte ettünk már a hajón 5 órakor. 5 órakor van a fejlakmok, az 5 órás ebéd. Hát ők azt gondoltam, hogy a hajón úgyis van ettünk, hát nem kell. Hát aztán fagylaltot kértek a rendtársak, én megmondom, hát inkább feketét. Hát aztán mentünk. A repülőgépük, nem a hajójuk, az autójuk vitt a Great Falls. Nagy vízesése van a Missouri folyónak, nem Mississippi-nek, az nagyobb, mint a Missouri, a Mississippi, a Missouri. Nagy vízesése van azért, hogy a Great Falls, nagy vízelműművel. Hát persze, hogy könnyebb ugye a hegyvidékeken vízelműt teremteni, mint a síkvidéken. Hát itt valószínűleg nehézségük vannak, amire én magam sem gondoltam úgy, mondjuk Bősnél, ugye a Dunakilitiben kétszer is jártunk a víztározóban, meg hogy mivel jár az a tulajdonképpen a vízi felgyőző építés. Amúgy szó lesz róla. De egyébként az én bizalom, az én hite, az be fog fejeződni. Most fél év eddig ott vagyok, ott vagyok az osztában a gázépítést. Most azt akarom csak mondani, a Némi tó vizét Mussolini levezette. Ott jártunk mi az Északba. De csalódtak. A kincseket nem találták meg. Évszázad közel 2000 év múlt el, de mindig voltak okos emberek, voltak bátrak és buvárok, akik az elsüllyedt gályákat megfúrták. És leszerelték, ami az érték volt. Szóval értéktelen kis semmiségek kerültek ottani a Némitó múzeumába. Na most mi van itt a hagyhelyárnál? A nagyvárosi lecsapolásnál. Mondtam valakinek, én annak a medrébe le akarok menni. Ha kiszállítják azt a szakaszt, én ott mondom, hogy a Némitónál voltam, ott is lemegyek. Hát elmegyünk, 2 évvel az előtt volt, 3-at nem tudom, hát kétszer voltam ott. Miről van itt szó? Nem kell, minek, fölösleges, nincs pénzünk, ez meg mennyi kár, meg táj, rombolás, meg ez, meg az, meg minden, mindenféle beszél. Amíg szakemberek nem szólnak hozzá majd, szakemberek, aztán Kusztónó, vagy nem, ez a francia. Kusztókapitány. Kusztókapitány, ugye hívták. Igen. Hogy ő a Duna fenekén lévő biológiai helyzetet tanulmányozza, és írja és egy javaslatot. Hát mindegy. Na most, először nem láttam, amikor először voltunk ott, akkor még nem kezdték meg az osztályban, csak Dunakilitit. Ezt kezdték meg, ezt szabályosan, szépen megcsinálták. Dunakilitit. A magyar részt. A Szigetköznek a gátját, meg a
vizelátását. Mérnököt kérdeztük, hogy azt mondják a mennyesek, hogy nem lesz itt is kérjel. Annyi víz lesz, még a kutkában keresztül is folyik a víz. Nem, hogy nem lesz víz. Csak összevizem beszélnek mindent. Becsapnak a sejek bennünket, hogy megálljon. Azt mondja, itt ezen a szigetközi szakaszon, egyik ilyen zsébrendszernél, azt mondja, befalám épít, nekünk is van turbinánk. Ha nem kapnánk mi szükség esetében áramot a csejektől, akkor megvisztene a turbinánk. Rekesszük a temelni, hogy valami átszól, biztosítékok. Na most akkor ne zavaros nézem meg. Először nem volt semmi. Az osztrákok akkor húszókodta anyagokat, építő anyagokat, Duna Kiléti-től föl Nagymarosra, okosan. Dunamoló szállítás kilérjébe került. Semmi sincsen. Megkerüljük mi az autóval Börzsöny-hegységet. Elmegyünk Nagy Börzsönybe. Ott már tanultam. A országos malomiparnak van ott egy üdülője. Üdülője, és hogy a Börzsöny-hegységnek a cselkedező vidék, nézd, hogyan gyűjtik össze, tárolják, és alkalmat, amikor jönnek a turisták, hogyan működtetik ők a malmot. Azt a régi évszázados malmot, szélesvételek, hogy működtetik, de már modernizálva van. Már a lisznek a szitálása, ami már modernizálnak történt, mindegy. Megnéztük azt, van egy modern templom, neki nem modern, inkább ilyen Árpád-kori templomnak itt Nagy Börzsönynek. Hát aztán jöttünk visszafelé. Nézegettük ott a Dépolvölgyét. Mi lesz, hogy jól lesz, ott folyik be a Dunába. Most várni kellett a Szogi átkelő helyén a kompra. Egyik a kollégák bementek a Szóval én még rivjárnoztam ott a padon. Most én figyeltem ott a fürdőket. Gyerekek, jó dolarig bementek gyerekek a Dunába. Semmi viszont nem volt ott. Kuszkáltak, játszottak, stb. Melyen voltak már felnőtt fürdőzők, akik hát már úsztak, stb. Még melyen volt, aztán ezek a, hogy hívják, a bolyák, bolyalerakás. Az innen a északi oldalon. A túlsó oldalon, már a budai oldalon, ott szintén odé volt a másik bolyasor. Az egy fél óra múlva jön egy bajó Budapestről, Esztergom felé. Már ott a bolyák között. Elkezdik, hogy hívják ott a terveket. Elkezdik a terveket. Így meg amúgy Budapest fürdőhely, meg minden, a nagy fürdőt kell oda a budai Visegrádi oldalon fürdőt telepíteni, akkor kell oda, hogy hívják, csónakázóhely, tehát a Dunának az a szakasz, ami lesz választva a Nagymarosi oldalról, ahol a turbinákat állítják fel. Turbinákat a Nagymarosi oldalon. Ennyi észre. Közben robbantanak ott a újságok beszélnek, írnék róla, mi a fenének ott a robbantás. Mert az meggyőződtem, mikor oda mentem. Már nem lehetett bemenni, mert tilos hely. De aztán egy olyan őrfélre volt ottan, mondom annak a fiatalembernek, megnézhetem ezt, mert már 60 évvel ezt láttam. Tessék nyugodtan csak bemenni. Mert mondom, hogy egy osztrák embert látok ott, találok ott, megfogom a kezét, megköszönöm neki azt, hogy az ő tudásukat, energiájukat, a pénzüket elhozzák ide nekünk. Átadni, nekünk. De nem, akkor már leszerelték az osztrákok az építést. De a fölírás ott maradt, hogy a robbantás reggel 6-7 órakor. Hát mi a fenék itt a robbantás? Na, amikor bementem én arra a területre, ami már tilos terület, amit parkíroztak. Ilyen gyéppel, meg virágokkal, mindennel láttak el azt a részt. Körülnézek. Ha valam, itt ugyan fölösleges tudom bemenni
a kiszállított Duna mederbe, mert ezek a tológépek összetúrták a Kovicsot, hogy nincs esed a Kovics részekben valahol ilyen római emlék. Hát nem volt sehol sem. Azért mondom, ott tévedtek. A Mussolini is tévedett, meg tévedtek előtt is. Mikor római emlékeket kerestek, mert ott nem messze van, Esztergomban egy tát. Tát, ott van, római nagy őrhely volt. Tehát ott cirkáltak ugye ezek az őrnaszántaik. Tehát nem volt ott. Tehát akkor nem megyek le. Az emberekkel beszélgettem. Hát mondom, azt aki a nagyorosi oldalon volt ilyen ellenőr, azon kérdeztem, mondom, maga mit csinál itt tulajdonképpen? Azt mondja, én az anyagot irányítom. Anyagot irányítom. Mi a fenyénekkel? Vász felé, a Duna közepén meg egy nagy sziget, egy sziget látszott. Aki a lótam, az a fiatalember távcsővő volt, azt mondja, hogy távcsővő, bennéző, mi ott? Ott még a tudajok sorakoztak. Aha. Hát miért sorakodnak ott a tudajok? Mert egyszer csak egy gondozó ment egyrészt elé, öt vagy hat tudajt rákapcsoltak, és azt húzott aztán Visegrád felé, meg Szob felé. Ott már a kiszállított a Duna ív mellett összeszükül a Duna, ott valóságban zuhog a víz. Csodrásolva zuhog a víz. Ja, az a tudajok nem tudnának feljönni, csak úgy, ha pontató húzza őket. Mi van a hocsiákon, a tudajokon? Tékla. Hova vitték? Szob felé. Az első állomás, hogy szerintem van, Szóval előtt, Visegrád, vagy Nagyoros felé. Zebegénynél már a kombokról a daru emelte a téglát befelé. Ahogy hívjákokra, a teherkocsikra. A teherkocsik meg hordták Nagyoros felé. Megölej. Körülnéztem. Hát ti. Nézd ott a hacsiriakon, a parton, a lépcsőn, ott háromszintes házakot építenek. Akkor kezdtem gondolkodni, hát te! Hát hogy képzelni el az ember azt, hogy mikor a munkások ezrei mennek oda naponta, részben a munka folytatására, részben az üzemeltetésénél is, ugye, szolgálattérésre, tehát azoknak ház kell. Le van épít, le van állítva! A mézes mozog, készül, hogy át meg húzva szállni, leállítva. Most is még ott tartunk. Most Bős Nagymarosból ugorjunk egy kicsit vissza, pár mondat erejéig a múltba még. Melyik gimnáziumokban tanított? Keszthely már elhangzott. Ezenkívül Keszthelyi gimnáziumról már volt szó. Melyik iskolában tanított még annak idején? Az a Szombathelyi gimnázium. Szombathelyi Premotrei gimnáziumban. Nézzen. Egészen a... 40 éves diákjaimnak. Igen. Az emléke. 40 éves diákok. Most is hívtok, nem tudom milyen ős emlékből. Most tavaly nyáron voltam ott, ugye 50 éveseknek a találkozóján. Az igazgató is ott volt, mondtam, miért is szerint igazgatója, fiatal ember, nagyon jó ember, nagyon tisztelt igazgatója, kedves fiúk, barátaim, testvéreim. Hát most már azzal lettünk. Most már megöregettünk. Most már rájöttem arra én, most nyugodtan, nem tanár vagyok én, csak tanuló vagyok. Minél többet lát az ember és tanul, annál jobban érzi a kicsit. Akkor kezdi megérteni, addig elmondja, repörgeti a filmet, de megérteni akkor kezdi.
Így jártam Magószán, és... Az emberek hálájára ne számíts. Hozhatod az áldozatot, de az emberek semmibe sem veszik ezt. Ha nem vagy te magad és áldozat kész lélek. Pár mondattal szíveskedjék visszaemlékezni kedvesebb, legkedvesebb tanítványére, talán pontosabb a kérdés. Bizonyára voltak a tanári pályáján olyan diákjai, akik később sokra vitték. Szombathely magasabb szintű gimnázium volt, mint a Keszthelyi. Keszthelyen nem volt polgári iskola, tehát a cél az volt, hogy legalább 4 középiskolája meglegyen itt az általános műveltségű, megkövetelő állású embereknek. A 4 középiskola. Tehát ott a színvonalatkozott. Szombathelyre a helyzet más volt. Szombathelyre a Pregondai gimnáziumba az iratkozott be, aki akart. A gróf volt, az is beiratkozhatott, ha egy másik munkásember volt, alakafér beiratkozhatott, ha katolikus volt, beiratkozhatott, a zsidó volt, beiratkozhatott. Nézzük, folyik az érettségi vizsgálat egyik évben. Telefon szól, Budapestről, ki beszél? Bethlen István gróf, miniszterelnök. Érdeklődött, hogy ott Zalában, Türje közelében volt a Széchenyi birtok, hogy vizsgálnak a Széchenyi fiú? Hát aztán mondták, hogy vizsgálnak. Mind a kettő megbukott. Nem volt kivételezés. Egy kis gyerek volt, aki szememre vetette azt, hogy még a kövér tanárról is megbukszatta. 5-ből bukott meg, de száján nem tárta ki, hogy egy szót szólt volna, hogy arra rámondtam volna, hogy amen. Egy szót sem, hát arra mondjam rá, hogy elégsége. De még a kövér tanárról is megbukszott, de 5-ből bukott meg. Hát szóval nem volt kivételes, de voltak bölcs diákok is. Bognár József neve már elhangzott, az akadémikusé, aki diákja volt önnek. Hát szóval ezek ugye minták voltak. Kik voltak még ilyen? Minden szempontból minták voltak. Egyszerű családból, mozdonyvezető volt az apja, családból származott, de mintagyerekek voltak. Mintagyerek volt. Hát sok. Mert mindegyik nézett. Egy kis Dombi nevű volt. Hát amennyi tehetsége volt, annak megfelelően hát roppant szorgalmas volt, de megbukott. De nem engedett, nem tágított. A MÁV-a kórházában igazgató orvos lett. De nem tágított. Olyan vas szorgalommal, tehát mire tanítottuk meg a gyerekeket? Becsületes, munkaszerető ember legyen, a szociális érzék meg legyen benne, mikor 200 éves, Szombati gimnázium 200 éves évfordulójáról adott ki az igazgatóság egy évkönyvet. 200 éves alapításának évfordulójáról. Azt mondja, jó, még a múltban volt a kiváló ilyen reális érzékű tanárok, mert voltak ám, most is megcsinálják a Szent Atyának a Székesegyház kupolájában az inga mozgást, amivel a Földnek a gömbboltát bizonyítják be. Ezt csinálták ott a fizikus Pregondrejjel.
A Szombathely Szentszékes Egyházban ötös éve ingamunkásra. A Simon Fiem igazgató, aki szellemtett Csornán Prékos, a gimnáziumból a rendházba akar rádiózni, rádió közléseket átadni. Milyen port vert ez föl? A minisztériumoktól, a katonaságtól, a rendőrségtől milyen hatóságban költ megmozdítani, hogy megtehesse azt, hogy a gimnáziumból a rendházba adjon ő egy kis értesítést. De mikor Csornára került, az első volt, aki Csornán, amikor még nem hittek benne az emberek, az atomkorszakot magyarázta nekik ott a Kultúrkárvárban. Az atomkorszakot. Annak a jelentését, hogy Simon Fiemő, az magyarázta nekik. Ez mikor volt körülbelül, melyik esztendőben? 30-as évek? 40. Kis. 40 körül. 40 meg 50 abban az időben. Na most, én szégyellem magamat, mikor az iparosok hozzám jöttek, férfiak, talán, hogy jöjjön el a... a sarok, Kocsmai kávéházból, ami a neve annak. Korona? Koronába. A Kocsis néniek volt a mérlete. Ott azt mondja, matematikai példákat terület, meg hossz, meg térfogat, számítások, ezeket gyakoroljuk táblán. Hogy van ma, amikor komputerekkel dolgoznak a vezető emberek, akkor még a háború alatt erről beszélünk, ugye, hogy egy ilyen építéssel kapcsolatos példát, vagy terveknél, stb. A tömeget, vagy a térfogatot hogyan számítjuk ki. Az akkor történelemből is, meg minden az embert tartott állózást a kat körben. Úgy tudom, hogy szakirodalmi tevékenységet is folytatott. Szakirodalmi tevékenységet is folytatott. Hát szóval nézze. Erről is szíveskedjék beszélni. Hol publikált? Amit Röstelnek. Két szégyellem. Na most az Simon igazgatót mondjam, azt mondja, hogy Fidél, mint történész, te foglald össze a visszatért Félvidéket. Számomra megjelenik az értesítőben. Nem, az nincsen meg az értesítő, amivel megjelent. Ez csak az a mi falunkból való Mátrai Rudolf. Úgy hívták, hogy Mózli, Ciszterszita, Fégadiak volt, Székesfehérvárosban.
Most nézzük ide. Aztán megjelent ez, a hogy hívják, most ki kellett szakítgatnom benne a lapokat, mert elverték volna rajtam a port. A port elverték volna rajtam. Az éredent. Úgyis azt vetették szememre, mondtam, a 200 éves jubileumi ismertetésben, hogy végente, amíg voltak kiváló természettudományok foglalkozó tanárok, az újabb évtizedekben dekadencia lett. Vagyis miért? Mert most a gimnáziumban nem lehet másról hallani a hazaszeretetről, Mária kongregációról, mi a cserkészetről. Az igazgató küldött egy példát nekem, és megköszöntem neki, mondom, nagyobb dicséretet nem mondhatod volna el egy katolikus iskolára, mint ezt, a hazaszeretet, a kongregáció és a cserkészet. Az életre való nevelés. Tehát, hogy hát, szóval a visszatért félvidék, kitépve meg mindent, nem is ez most. Külön nyomtatásról, hogy 300 példányban megjelent. Annélkül, hogy én szóltam volna nekik, ez az engedelme, mert kikérzik volna, most ide egy címet ütöttek rá. De milyen, hogy hívják ott? Milyen körülöttel? A butaság. Ez egy két butaság, ilyen mindent vissza. Isten őrizzen bennünket attól! Ha nem volt bajunk, lenne bajunk van a szlovákokkal, a románokkal, a rutinekkel, a szervekkel, meg a németekkel, meg ezzel, meg azzal. Nekünk lenne bajunk, örüljünk, hogy a magyarság önmagára talált. De örüljünk annak, hogy önmagára talált. És ezt a magyar nemzet tudatot egy kicsit lehet mélyíteni, egy kicsit lassan. Nem már a holnapra, nem lehet. Nézd, itt a faluban cigányok vannak. Akárminek is mondjuk, de cigányok. Arra megtanítottam már a gyerekeket, hogy fiam cigány vagy te, igen. Másik nem, én nem vagyok cigány. Hogy ez nem egy megbélyegző szó, ez egy népi származásnak a kifejezője. Hát én horvát vagyok, édesanyám horvát volt, Guzmic. Édesapám kövér volt, édesanyám az meg Guzmic volt, Undi horvát, Globolt. Hát most mit szégyeljünk itt ebben? Így alakult ki a magyarság annyiféle rétegből összetevődve. Most szavakat szeretnék én magyaráztatni magamnak. Voltam fönn a Nyelvtudományi Intézetbe. Az egyik ilyen nagyobb nyelvvészünkkel, az volt akkor ottan, nem Zsirai, nem más, Lőrinc a professzorja. Azzal beszélgettem. Azzal beszélgettem, azt mondja, vigyázzanak ám arra, nehogy ilyen népi etimológiával próbáljanak magyarázatot keresni a helytörténeti írásaiban. Itt van a hogy hívják, a Nyelvtudományi Intézet, írják rá Budapest, Szentháromság utca, itt meg ott, és azt, hogy közönségszolgálat. Közönség szolgálat. Akkor válaszolnak majd az írásokra. Hát szerintem egy pár szót írtam nekik, kérdező, hogy próbálják megmagyarázni nekem. Ilyen szó például a gyimos domb. Eredetéről semmit sem tudunk. Az ön által említett nép etimológikus magyarázat nem látszik valószínűleg, hogy a magokat megjelentették ott, és egy mélyebb résznél
A lovat így indítják, meghagyják. Gyimos, gyimos, gyimos! Gyimos, ló! Gyimos, gyimos! Fussál, szaladjál! Ez nem látszik. Hát jó van. Tincsa meg a dzsindzsind, besenyő alakban előfordul közményeként Dunán ügyes vidéket, Nádasi Vilányos, mocsaras terület jelentésében. Az etimológiai szótár nem ismeri eredetét. Ők is csak úgy ismernék, ha etimológiai szótár föllapoznák, és akkor kiolvasnák belőle. Na most, a lancsa, ahol Csornára megyünk, van a lancsa, a fordulónál. Lancsa névről keveset tudunk. Közszóként eső és szél elleni védelmet nyújtó kunyhót jelent. Megtalálod a veszményémet, de sem ennek, sem a lancsaszónak kapcsolatát nem lehet bizonyítani a lancsa névről. Most így, a hérét, vagy hájhét, ahogyan mondják nálam, itt a falon kívül Barbas felé. Hérét, vagy hájhét. Egyik maradt szemben azt mondja neked, az hájhétnek is mondják rám. A soproni, megvan, beszéltem, az egy burgandin német ember, de azt mondja, az a háj, az jó, hogy a háj, a széna. Aha, megállj, vágy. Maglószán két rét van. Egyik a hany, innyit az ablakunkból is látható, másik egy Barbas felé volt, falon túl. Ezt nevezték hérérnek. Na most, a hérét vagy hájét összetett szó. Előtagjat jelent a háj, bauban lehet a német hely, vagyis a széna név szó. A háj változat és a német szó angolaki hasonlatossága, valamint a német nyelvterület közösség is emellett szól. Na most, amit ír, az utótagként szereplő rét, tehát a hérét vagy a rét, értelmezése pedig szerencsére nem lehet kétségni. Nem tudja a frangermán szó, a rét, a nem magyar szó. Azt mondja, ezt a nyelvtudományi intézetbe, hogy menjen oda, hogy kelljen fölvilágosítani. Azért történelmi tanáromban összeszedni ezeket a frangermán eredeti szó, a rét. És akkor azt írja nekem, ennek az szerencsére ennek az értelmezése nem lehet kétséges. Miért nem? Hát szóval sok kérdés merül fel, és sajnos kevesen vannak, akik ezzel a szeretettel közelednek a táj felé, a föld felé. Pedig azon élünk, azon mozgunk, a földön. Szabad-e alakítani a tájat? Vagy a tájhoz hozzányúlni, szabad-e? Állandóan vitatárgyat képezi ez. Hát akkor hagyjam fel a kultúrával. Mert mi a kultúrának a lényege? Az ember uralma az anyagon. Akkor ne vesződjön, ne fáradjon. Kérdezem, hogy hívják ott a rendtársakat ott nyugaton. Hát most testvérek, a Nobel-díjas professzorok hol vannak? Gyárakban? Nem. Azok az egyetemen tanítanak. De Kanadából is oda küldik ő a fiaikat, hogy tanuljanak tőlük, Kanadából is. Ott a nyugati San Francisco-i, meg nem tudom, Los Angeles, meg ilyen egyetemekben küldik ezekhez a világhírű tanárakat. Tehát nem ahogy hívják a nagy repülőbázis, akkor meg a világforgalmat irányító központokban vannak ezek, nem. Az egyetemen tanítanak. És oda jönnek Japánból. Mikor visszajöttünk nyugatról, a frankfurti repülőpálya udvaron meglepett. 7 vagy 8 strand
magasabb növésű, kínai fiatalok. Fekete nadrágban, krém ingben, piros nyakkendővel, a német vezető tanárok kísérte őket ki a pályaudvarra, Frankfurtban. Jönnek tanulni. Mit mondtam a fiúknak? Lelkükre mit kötöttem? Talajtani intézettől jött az egyik adjunktus vagy tanár. Ez már nincsenek. Hanságot már nem tudja viselni. De hanságot látja képekben. Képekben látja. De mikor elindultunk, azt se tudtam, hogy mi az. Hogy mi az a hanság? Hol van az a hanság? Mit kell a hanság alatt érteni, összefoglalni? A falukat, amik körül veszik, azokat kell leírni, vagy neked? Próbáltam másolkozni. Nézzel oda. A egyes majrokban jó bivalállomány. Akkor szoros maga állomány. Megint a barátom, egyik barátom. Hansággal kapcsolatban, ugye kapuvára nem mentem, mert nem az volt a központ, hanem Eszterházba. De a hercegi engedéllyel egy hónapot is ott töltöttem. Játszok a hanságot. Főtisztékkel, akik irodában voltak minden ügyem, és ismergettünk összesen többi. Az ember szedékezhet össze mindenfélét. Volt egy muzsikus ház, most is megvan. Eszterházán muzsikus ház. Ahol ezek a nagy zeneszerzők, ugye, az ön meg nem tudom, kicsit szerepelgettek minden. Nép mulatság volt, cseréjek részére. Tehát nem csak az urak maguk mulatta, a cselédek részére is. Na, abban is voltak iratok, meg minden ilyen szekrényekben válogattam, meg nézegettem, stb. Közben figyeltem Günther Imrét. Az meg volt az Eszterházi Magnemesítő Intézetnek a feje, az esze. Első világháború után vagyunk. A világpiacon a magyar buza lemaradt, miért? Kevesebb termelt, aztán még nem tudott árakban alkalmazkodni a világpiac buza árához, lemaradt. Ezt megkezdődött, micsoda? Keresztezés, a nevesítés, a keresztezés. Új fajok előállítása. Nézd, egyik rendtársunk, 80 éves, Mária szerepén van még plebános, vagy talán nagyon sok nála. A fejlődésnek a földön van, tehát teremtés,
fejlődés, stb. A fokozatokat vizsgálta. Fejlődés foka. Rovarok meg a férjek között. Egy átmeneti állatot magja a tudósa is, de ő maga is ezt tanulmányozta. A medve állatkákat, amit szabad szemmel nem lehet látni, meg erős nagyítókkal. Ezeket valami 15 félét fedezett föl. Hogyan? Küldtek neki Argentínából, küldtek neki Brazíliából mohákat. És ezeket a mohákat vizsgálta. És valami 15 félét az ő nevéről nevezték el, ihalos ilyen, ihalos olyan, stb. Stb. Medve állatkák. Ezek átmeneti állatok. Semmilyen rovarok, semmilyen férjek. Ez a fejlődés elmélet, ami van. Ez a plébános hol szolgál most, akiről szó volt? Tessék? Hol szolgál az imént említett plébános? Mária fürdőtelepen. Az merre van? Balaton Mária. Ja, Mária. Igen. Balaton Mária. Hogy hívják? Iharos Alfonsz. Iharos Alfonsz. Iharos Alfonsz. Mária fürd. Nézze, 84-ben, én 83-ban voltam kint nyugaton, az ő jó voltó Bulán. Mondtam, miért nem írjátok meg ti történeteket? Most erre 84-ben jelennék ez Szent Norbertnek az életét, Life of Szent Norbert. Szent Norbert élete. Modern képek. Modern képekben. De az elindulás néző. Itt Wilhelm Szent Michael, Isten hozott Szent Michaelbe. Ilyen tehet. Franciaországi? Tessék? Volt franciaországi volt? Szent Norbert Franciaországi volt. Wilhelm Szent Michael, Isten hozott Szent Michaelbe. Ilyen terepre mentek. Itt a prépost, utolsó prépost, amikor a csornai növendéke kirándulásra jött, Csorna környékén, Szombathelyen, meg Auerbergen, egy csorna. Indulásunk Csornáról. Nézd, Csornai templomnak a verseje. Itt Csornai a rendház, a főoltár a kép, itt meg az a térről. Itt meg az a kapu. Igen. Előző úton. Moving on. Ennek útközben. Még mozognak. Itt már káplán valahol. Itt a külföldi premonták szívesen fogadják őket. Itt Rómában vannak. Még érkezés Kaliforniába. Nézd el, a Kaliforniában. Nézd el. A számüzettek. Akikkel kidugtak, anyag követtek. Itt nézd el, az első kapavágás. Szent Mihály. Ez itt van a Szent Mihály képi mögöttem. A közösség. Nézd el. Itt van 12. Kőspában egy külföldi ilyen jótékonysági szervezet alapítójával, itt pedig Szent Atyával beszél, nézd, itt vagyok, itt. Hogyan adják át az idősebbek, a fiataloknak a tudást? Nézd, ezt mondtam nekik. Három dolog kell, az Isten kegyelme, fegyelem és tudás. Akkor boldogulnak. Tehát ez Isten kegyelme, fegyelem és a tudás. Akkor boldogulnak. Máskülönben nem.
fedélsőként. Nézzé, most már van magányán. Most már van magányán. Nincs is mindenki rajt. Nincs is mindenki rajt. Azért mondom, hogy mennyi mindenről beszélnek a képek. Jó, inkább a... Inkább na, a árnyékban vagy, ahol, ahol nem sütik össze meg. Első térkép a Hanságról. 1780-as években írta második József elő, fel kell az országok az igazságos adóztatás miatt. Még nem csak az igazságos, hanem az adóztatás miatt az országot fel kell mérni. Most egy ember volt a vármegyétől nálam, a Csornai lapot kérte. Csornai lapot kérte. Hogyha oda neki, majd visszahozza. 10 évvel ezelőtt, 15 évvel, még mindig hozza. Majd kaptok én tőlem valamit. Ezek ott vannak, Bécsben vannak. Ausztria nem adta ki őket, csak azokat a lapokat, amiket magyar mérnökök, mert rajta van, melyik mérnök, melyik lapot csinálta. Nézd, az összerelő kastélyt. Nézd, ezen már hogyan van írva? Hun. Hogyan van? Hunság. Hanság. 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 A professzorom az meg erőltette mindenre, hogy nem, hanem hanság, nem, az hanság. A szózi az han. Igen. 15. században, itt ezen már hanság van. Az csak népi ejtés volt a hany. Magosszai hany is van. Igen, igen. Azért mondom, hogy ezek Bécsben ott voltak velem, amikor a hadilevéltárban az eredetieket kértem, aztán a hátára megjegyzéseket írtam ennek, annak alapján. Precíz munkák voltak. Véletlenül jöttem erre is rá. Véletlenül rá. 1790-ben Csorna leégett. Egy-két ház kivételével az egész város a templomokkal együtt leégett. Na most, hát akkor építsetek a vallás alap, azt kezelt ezeket a birtokokat. Volt szerzetesi birtokokat, vallás alap. Fejezzétek a tornyot. A toronynak az áraköve, eres, hol jöttem rá? A Jélasszakparkba. Hol? Amerikában. A Gejzírparkba, ott jöttem rá. Jélasszakparkba. Ahol a különböző fázisban lévő gejzéreket figyelték. Ahol gőzök jöttek, csak ezt egy kis meleg és bugyogolt, akkor forcsogók voltak, mint a mészoltásnál forcsogók voltak,
akkor hogy hívják? Volt aztán egy igazi gejzír, az két óránként működött 30 méter magasságig. Azt itt a torony nagyság csinálni között, egy méter leszettek belőle, most egy kő, egy tégla megmaradt, azon 90-es szám volt rajta. 90-es. 1990. Akkor a tornyot fedő kőzet, egy lukacsos, vöröses színű kőzet. Hát az meg micsoda. Mondom, még valami majd gyernek is. A Balaton környékén voltak nálunk is vulkánok. Voltak gejzírek, piros színű kő is volt, a mangán is, aztán meg nem tudom még a másik, hát ezek piros színűek. Vörös a föld, minden, hát nyilvánvalóan a színeződés. Hát szóval egy kis falu élet, most mivel kínálod valami magukat? Egy pohár borra vagy egy sakat? Köszönöm, nem. Én köszönöm a szívességedet.